Sziasztok! Ma szeretném folytatni a nyelvünk az élet fája sorozatot a 11. résszel. A nyelvünk mérgeiről van szó, és ebből most szeretnék a meggondolatlan sok beszédről szólni nektek, és ezzel kapcsolatban kifejteni az Istennek az üzenetét. A példabeszédek tizedik fejezetben, a 19. verszakban azt mondja Istennek az igéje, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Más fordítás ezt úgy adja vissza, hogy elkerülhetetlen, ha valaki sokat beszél, elkerülhetetlen, hogy ne történne vétek, ne, ne követnél bűnt az az ember, nem marad távol e, a bűn, amikor sok beszéd van. E, a sok beszéddel e, e, abban van egy manipuláció is. Tehát vigyázzál azokkal az emberekkel e, ezzel a, a bűnnel kapcsolatban is, tehát nyelv bűnnel kapcsolatban is, aki sokat beszél, nem tudja, tehát jártatja a száját, és nem tud csöndben maradni, hanem elkezd beszélni, és, és, csak mondja, 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 és igazából sok felesleges dolgot is mond. Ez, ebbe van egy manipuláció is, hogy, hogy befolyásoljon téged a döntésedet, az akaratodat, befolyásolja, mert addig nem hagyja abba, amit mond, amíg, amíg, te, te be nem látod, vagy úgy, úgy, nem gondolod te is, vagy úgy nem érzed te is azt a dolgot, és azt szerint nem döntesz. Tehát ez nem a Szent Szellemtől van, tehát a túl sok beszéd az, az nem a Szent Szellemnek az ajándéka, hanem egy, egy kinyit egy ajtót arra, hogy a bűn bejöjjön az embernek az életében. Ez e, sokszor normálisanak kezelik az emberek, de ez nem ne kezel normálisnak, ez a nyelvnek a bűne, mérge, ettől, e, ettől meg kell szabadulni, e, ettől a bűntől. Tehát biztos, hogy ha valaki sokat beszél, az fog mondani rossz dolgokat is, és e, e, minden szavunkat, minden írásunkat, blogbejegyzésünket jegyzetelik fönn egy angyal jegyzeteli és írja, és a legvégén szembe fogunk nézni ezekkel a beszédeinkkel. De nem akarok ennyire előre menni, hadd mutassak nektek, és hadd fejtsem ki nektek ezt az Isten igé alapján is. A Pél Prédikátor könyvéhez kérlek, hogy nézzétek meg itt az igét. Az első verszaktól olvasom fel. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mész, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem bolondnak módja szerint áldozatot adni. Mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekszenek. Látod, amikor Isten házába megy az ember, nem mindegy, hogy hogy megy oda. Nem mindegy, hogy, hogy közelít Istenhez az ember, amikor gyülekezetbe megy. Nem mindegy, hogy hogy beszél előtte, mit csinál előtte. Azt olvassuk itt, hogy őrizd meg, az életviteledet, a járásodat, a, a cselekedeteidet, mielőtt bemennél Isten házához, és utána azt mondja, hogy a, a sok beszédtől is tartóztasd meg magad, azt mondja inkább úgy közelíts, hogy hallgatás véget közelíts. Tehát, hogy ez már az életedben nem a sok beszéddel vagy elhalmozva, nem a sok beszéd veszi körbe az atmoszférádat, hanem elkezded a csenddel, a, a szűk savúsággal, de azért nem kell nagyon szűk szavunak se lenni, az se jó. Meg kell találni a középutat, mert az atmoszférád, az lehet, hogy azért nem tud szólni hozzád Isten, azért nem tud megérinteni, mert az atmoszférád a sok beszéddel, amiket szólsz és mondasz, vagy amit hallasz, hallgatsz, az körbeveszi az atmoszférádat, és amikor hallgatnád Isten igéjét, akkor nem tudnak behatolni, nem tud az Isten igéje behatolni a szívedbe, az atmoszférádba, a szívedbe, a bensődbe, mert akadályokat képez a sok beszéd, a sok felesleges beszéd. És erről beszél itt a prédikátor, hogy hogy nyugodjunk le, mielőtt megyünk Isten tiszteletre. Tehát ez egy előkészítés is van abban, hogy áldást tudjunk venni az Isten tiszteletekből. Utána úgy folytatja, ne gyorsalkodjál a száddal, tehát ne legyél hirtelen tehát szavakkal, mondatokkal, ne mondd ki rögtön azt, amit gondolsz, ne hirtelenkedd el, a sok, be, egy kont, a sok beszéd azt is mutatja, hogy nincs kontroll azon az emberen, nem, nem önmérséklet, nincs önmérséklete annak az embernek, és valószínűleg más dolgokban sincs önmérséklete annak az embernek, internettel kapcsolatban, filmekkel, tévével, vagy más-más dolgokkal kapcsolatban nincs önmérséklete. El, Elvici túlzásba tud vinni dolgokat, mert nincs kontroll. Ez is mutatja, hogy nincs kontroll az embernek a nyelvén, és ez más területen is meg fog mutatkozni az életében. Azt mondja, ne gyorsalkodjál a te száddal, a te elméd ne siessen, vagy a szíved ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig e földön vagy azért a te beszédet kevés legyen. Tehát erre mondta az Jézus, hogy a ti igenetek az igen legyen, a nemetek az nem. Ami ezen felül van, a gonosztól van. Vagy mondja máshol, hogy ne gondoljátok, hogy a sok beszédetekért fog meghallgatni Isten. Ezt a pogányok gondolják, hogy, hogy meg kell győzni Istent, és annyit rá kell beszélni a sok Beszédet rá kell ontani, hogy, hogy meggyőzhető le, lehessen, hogy meg, meg tud győzni őt. E, Istent elég pár szóval emlékez Mózes, amikor imádkozik Mérjámért, akkor annyit mond, Istenem, gyógyítsd meg. Ennyi. És már működött is. És persze jött a válasz, de utána meggyógyította Isten Mérjámot a poklosságból. A leprából, tehát ahol, ahol nincs visszaút, ott is egy rövid imával e, e, lehet szólni Istenhez. De látod, itt azt mondja utána, mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és tényleg így van, elfárad az ember a sok munkában, és, és nagyon gyorsan el tud aludni. E, azt mondja, ugyanilyen gyors, és ugyanez a következménye annak, a sok beszédből pedig bolond beszéd. Tehát e, az ember, ha sokat beszél, feleslegesen beszél, meggondolatlanul beszél, akkor előbb-utóbb átmegy a beszéde a bolond beszédbe, és a, a nyelvbűnökben újabb és újabb bűnöket fog elkövetni, mert nincs fék, nincs zabla a nyelvén az embernek. Mikor Istennek fogadást teszel, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd. Ugye erről beszéltem az előző adásban. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj, és nem teljesíted azt. Mert figyelj, azt mondja, ne engedd a szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet, és nem mond az angyal előtt, hogy tévedésből mondtad, tévedésből esett ez. Látod, az vannak kirendelt angyalok, akik figyelik a beszédeinket, szavainkat, és lejegyzetelik ezeket. Azt mondja, nem mond az angyal előtt, hogy hát ez tévedésből esett, hogy ezt mondtam. Azt mondja, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezednek munkáját. Mert a sok álomban a hiába valóság is sok, és a beszéd is sok. Tehát mit mond itt a prédikátor? Azt, hogy a beszéded kapcsolatban van és kapcsolatban áll, a kezeid munkájának az eredményével. Azt mondja az Isten igéje, hogy ha sokat fecseksz, sokat beszélsz, feleslegesen, meggondolatlanul, ez a kezed munkájának a kárára lesz, és olyan erőket nyitsz meg az ördög számára, hogy az ördög lopni tud az életedből, lopni tud az anyagi dolgaidból, lopni tud a különböző területein az életedből, és azt mondja, hogy elveszítse azt. Tehát te, amivel Isten megáldott a kezeid munkáit, azt a nyelveddel is őrizni tudod, és a nyelvedet is úgy használd, hogy őrizd meg az áldásokat, ne veszítsd el az áldásokat, amiket Isten adott neked, hanem, hanem hozzá még, ne egyre kevesebb legyen, és én ezt kívánom neked, hogy ne egyre kevesebb legyen, hanem egyre többed legyen. De ehhez fontos a beszédünket kordába tartani, mert egy angyal ki van rendelve arra, hogy jegyzetelje a szavainkat, a beszédünket. Aztán, amikor majd szembenézünk ezzel, akkor hát nehogy vakarjuk a fejünket, és nehogy azt mondjuk, hogy húha, hát én ezt nem komolyan gondoltam. Húha, hát én ezt nem, ha tudtam volna, hogy ez így működik, akkor, akkor én ezt nem is mondtam volna ilyeneket. Tehát én azért mondom ezt, hogy tudd meg, hogy ez így működik, és szembe leszünk állítva azokkal a beszédeinkkel, és meg kell magyaráznunk, és meg kell mondanunk, hogy miért mondtunk olyanokat, amiket mondtunk. Miért írtunk olyanokat le a közösségi médiába, amiket leírtunk? Ezek nagyon komoly dolgok. Látod, károk keletkeznek, az ember saját magának fog kárt okozni ezekkel a beszédekkel és írásokkal, blogbejegyzésekkel. Tehát a, az Isten igéje ugye azt is mondja, hogy a a, ez a sok beszédben van egy fékezhetetlenség, egy nyugtalanság. Ö, ez, a kontrollt úgy fogod tudni ö, ö, alkalmazni a nyelveddel kapcsolatban, hogy úgy tudsz lakatot tenni a szádra, hogy megnyugszol. Nem, nem egy izgága ember vagy, ö, ne kapkodjál, ne siessél más területeken se, hanem nyugodjál le, és ez fog megmutatkozni majd a nyelvednek a használatában is. A másik, amit szeretnék mondani nektek, hogy ugye a meggondolatlan beszédekkel kapcsolatban, hogy amikor az ember ezt a Biblia úgy mondja, hogy hivalkodó beszédek. Ez a Máté 12.36-ban mondja Jézus Krisztus, hogy mondom nektek, hogy minden hivalkodó beszédért, tehát meggondolatlan, hivalkodó beszédért, szóért, amit az ember kimond a szájával, az arról számot fog adni az ember az ítélet napján. Lesz ítélet napja, keresztényeknek is lesz ítélet napja, a Krisztus ítélő széke előtt kell majd megállnunk, és azon az ítélet napon nekünk is számot kell adnunk minden olyan beszédről és írásról, amit kijött a szánkból, hivalkodó, meggondolatlan beszédek és írásokból. Itt, amikor azt mondja az Ige, hogy hivalkodó, a görög nyelv egy olyan szót használ, egy elég érdekes, azt mondja, hogy munkanélküli tétlen. Henyélő, nem dolgozó szavak. Vagy olyat jelent, hogy haszna vehetetlen, hatástalan, eredménytelen. Tehát az Isten igéje az, ö, azt mondja, hogy vannak olyan szavak, amik, amik feleslegesek. Tehát igazából semmi értelme nincs. Nem, ö, nem dolgoznak ezek a szavak, munkanélküliek, tétlenek, henyélnek haszna, vehetetlen, hatásuk nincs. És ezek a hivalkodó meggondolatlan, felesleges beszédek. Ezt tudod, hogy mit jelent? Azt, hogy Isten a szavainkat úgy látja, hogy munkába állítjuk a szavaink által, vagyis a hitünk munkába állítja a szavainkat, mert a szavaknak van hatása. És olyan szavakért, aminek semmi értelme, semmi hatása, semmi következménye nem lesz, ezekért mind számon leszünk, számot fogunk adni Isten előtt. Hadd mutassak ezzel kapcsolatban egy bibliai részt a Lukács evangéliuma 17. Verszaká, fejezetében, az 5. verszakában. Azt mondja itt Jézus, hogy elmond a tanítványoknak, hogy, hogy bocsássanak meg, és erre azt mondják a tanítványok, mondták az apostolok az Úrnak, növeld a mi hitünket. És itt Jézus elkezd egy, egy péld, tehát egy példát elmondani, aminek úgy tűnik, hogy semmi értelme nincs. De nézd meg, hogy mégis van értelme, amikor azt mondja, növeld a hitünket. Azt mondja, Monda pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, est, ezt mondanátok az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltassál a tengerbe, és engedne nektek. Látod, hogy milyen beszédeket mond? Ami munkába állították a beszédet. Munkába álltak a szavak. És a szavaknak, a munkájának az eredményeképpen az, aminek szól az ember, azzal történik valami. Ha te szólsz a testednek, akkor történni fog a testedben valami. Ha te egészséget szólsz a testednek, akkor egészség lesz a, a, a testedben. Munkába állítod a szavakat, és nézd meg, mond egy példát, azt mondja, kicsoda pedig az közületek, ha egy szolgája van, és az szánt és legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön, gyere elő, ülj az asztalhoz. Sőt, nem azt mondja neki, készíts vacsorára valót, Felövezve magadat, szolgálj nekem, míg én eszem és iszom. Aztán egyél, és így áll te is. Mit mond ezzel Jézus? Hogy a beszédünk, a szánk az egy szolga. És, és nekünk... Ezt a szolgát ö, ö, működtetnünk kell, hogy szavakat, a szavak által növekedjen a hitünk. Tehát nem azt mondjuk neki, hogy legyél tétlen. Nem azt mondjuk, tehát ugye látjátok, hogy minden hivalkodó beszédért, ami azt jelenti, hogy munkanélkül, tétlen, henyélő... Ö, nem dolgozó. Nézd meg, hogy Jézus arról beszél, amikor kérik a tanítványok, hogy növeld a hitünket, arról beszél nekik, hogy a szavakat, a nyelvedet kezd el munkába állítani, és ne olyan, nem fog, ahogy ez az ember nem azt fogja mondani a szolgának, hogy ülj ide, és akkor ne csinálj semmit, hanem azt mondja, hogy munkába állítja, újabb és újabb munkába állítja ezt a szolgát, és neked is így kell a beszédedet, a nyelvedet újra és újra munkába állítanod, hogy olyan szavak hagyják el a szádat, aminek van értelme, ami dolgozni tud érted, dolgozni tud más emberekért, és ezzel fejlődik és növekedik a hited is. Tehát Köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm a figyelmeteket, és fogom folytatni ez, ezt a, a, a témát.